Fun with Geeks! Szerusztok, vagyok Ekin, Dave vagyok, és ez itt a Fun with Geeks, és annak is a második évada. Ha hiszitek, hanem eljutottunk ideig, egy kisebb szünetet tartottunk, amiért igazából akár vállalhatom is a felelősséget, mert az én hibám, viszont meg kell, hogy mondjam, hogy megérte ez a szünet, ugyanis nagyon-nagyon izgalmas dolgok történtek. Például, elvettem minden idők legcsodálatosabb nőjét feleségül. Ez egy fantasztikus élmény volt, úgyhogy már ezért megérte egy kis szünetet tartani, mert az esküvő azért nyilván szervezést igényel, meg nyilván a munkámmal is kellett foglalkozni közben, úgyhogy a csatorna az nem fért bele annyira. Viszont a jó hír az, hogy mostantól visszatérünk a havi 4 társas játékos mókára, ami azt jelenti, hogy minden héten lesz tartalom a csatornán, vagy livestream, vagy kis videó, vagy pedig azok a nagy videók, amikről már beszéltünk korábban Kacival. Amikor is ugye lesz egy bejelentő videó, lesz egy szabálymagyarázó videó, és aztán egy komplexebb játék meghatározott mennyiségű epizódja, attól függ, hogy hány epizódban tudjuk normálisan felvenni. Kettő epizódot már rögzítettünk is a Season 2-ből, egy livestreammel el is indítottuk az egészet, és még a héten rögzítünk egy-két dolgot, csak azért, hogy meglegyen minden, és egy kicsit előre tudjunk dolgozni, és ne legyen az, hogy valami miatt egy hét kimarad. Továbbra is próbálok majd minél változatosabb játékokat hozni a csatornára, hogy legyenek heavy-bb játékok, amiket azok élveznek inkább, akik otthon vannak már a társasjátékok világában, de természetesen nem hanyagoljuk el a fun, családi, baráti, porti játékokat sem, mert nyilván azokat is iszonyatosan élvezzük. Ó, és még van egy jó hírem, a Szellemlovassal továbbra is tart az együttműködésünk, tehát, hogyha a csatornán lévő játékokat a Szellemlovasban vásároljátok meg, akkor a Fun with Geeks család tagjaként egy kis kedvezményt is kaptok rá. Jó, nem? Mi történt még a héten? Elindítottam a Fun with Geeks Patreon oldalát, ahol hogyha szeretnétek, akkor tudjátok támogatni a csatornát havonta egy meghatározott összeggel. Ez nem kötelező, ha $0 gyűlik össze, akkor is tovább folytatom a videózást, és akkor is lesz társasjátékos tartalom. Ha többet szeretnétek tudni arról, hogy mi az a Patreon, és miért jó ez nektek, és miért jó ez nekem, akkor a leírásban találtok egy linket egy videóhoz, ahol egy kicsit hosszabban és egy kicsit részletesebben megtárgyaljuk ezt a dolgot. Az a helyzet, hogy borzasztóan izgalmas volt ez az utóbbi 2 hónap, fantasztikus dolgok történtek velem, viszont nagyon hiányoztatok ti is, nagyon hiányzott a társasjáték is, és nagyon hiányzott a videózás is, úgyhogy most teljes gőzzel fogunk belevágni a második szezonba, a jövő héten érkezik az első videó. Úgyhogy már csak egy nagyon pici türelemre van szükség. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindnyájatoknak megköszönjem, hogy ilyen kedvesek és megértőek voltatok velem az elmúlt időszakban. Azon leszek, hogy ezt megháláljam és elárasszalak titeket videókkal. Viszont most már nem is kell, ma hamarosan jönnek a többiek, és forgatunk, és megvágom, és feltöltöm, és lesz videó, és élvezni fogjátok, és nekünk is tetszeni fog. Úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!